Önök a Csillagpont Rádió műsorát hallják az FM 94-en, a mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta, munkatársam pedig Hajdú Zénó. Kedves hallgatóink, egy jó hírrel kezdődik az a beszélgetés, amelyet hamarosan folytatunk abban a témában, ami az ápolónőket illeti, érinti elsősorban, de kezdjük a jó hírrel. Az pedig így szól, hogy február 20-án érkezik az előrehozott megemelt bér, ezt a weborvoson olvastam, arról, hogy a minisztérium és az államkincstár úgy nyilatkozott, hogy az egészségügyi szakdolgozók novemberről előrehozott 8%-os illetmény emelésével járó bérkülönbözetet az államkincstár januárig visszamenőleg február 20-án utalja. Ez 80 ezer dolgozót érint, akik márciustól már automatikusan megemelt bért kapnak. Úgy gondoltam, hogy mielőtt megkezdjük a beszélgetést, Nyilas Judittal, a Borsodabaúj Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórház ápolási igazgatónőjével, akit szeretettel köszöntök a stúdióban, és aki a Magyar Ápolási Igazgatói Egyesület régió felelőse is, ezt a néhány sort beolvasom, mert ez mindenképpen azt jelzi, és azt jelenti, hogy felfigyeltek a szakmára, és az a sok intelem, az a sok felkiáltó mondat, vagy kérő, vagy kérdő mondat, az meghallgatásra találtatott. Tehát egyfajta megbecsülés elindult, ugye? Igen, jó napot kívánok mindenkinek. Azt gondolom, hogy igen, az érdekképviseleti szervek megtették a magukét, amit meg kellett, hogy tegyenek. Tavaly novemberben megvolt a soros beígért béremelés az egészségügyi szakdolgozóknak, és hát ez évben, novemberben lenne esedékes a következő béremelés, de az érdekképviseletek együttes munkája és a szakmai szervezetekkel történő együttes munkája kapcsán a minisztérium támogatta végül is az előrehozását ennek a béremelésnek. Igen, a különböző pénzügyi statisztikai adatokat 17-éig kell szolgáltatni, és 20-án a kórház meg fogja kapni ezt a pénzeszközt, amit természetesen a dolgozóink számára számfejteni fog. És a következő fizetéssel, ami már március elején esedékes, ott már az emelt bért fogják a dolgozóink megkapni. Nagyon köszönjük, és azt gondolom, hogy ez egyfajta elismerése a többek között az ápoló szakmának, és nagyon nagy szükség van arra, hogy erősítsük a szakdolgozóinkat, hogy itthon is maradjanak. És ehhez pedig a bér a legfontosabb eszköz, valljuk meg őszintén, aztán pedig az a fajta hangulat, amelyben dolgoznak. De mindenképpen szükség volt erre, mert akik az előzményeket figyelembe vették, ugye pontosan arról volt szó, hogy hiába lesz több lépcsős béremelés, ha közben a minimálbér küszöb, meg a több lépcsős béremelés közelít egymáshoz, akkor megint... Igen, összecsúsznak a bérek, összecsúsznak, és akkor megint igen. Ez a tehát fajta ez mindenképpen nivellálás. Kétségtelen eredménynek könyvelhető el. Nos, én azért gondoltam, hogy ezzel a jó hírrel kezdjük, mert ha megfizetik a munkát, a jó munkát, akkor ott jól érzik magukat az emberek, és nem csak, hogy jól érzik, hanem tulajdonképpen csodákra is képesek. Márpedig az egészségügyben én szerintem az ápolói szakma az, akiknek a művelői nap mint nap csodákat tesznek az oda betért, kiszolgáltatott, gyógyulni vágyó, gyógyítani szükséges betegekkel. Nem véletlen, hogy évente egy alkalommal külön hangsúlyt kapnak, külön figyelnek az ő munkájukra, az ő tevékenységükre, miként így lesz ez az elkövetkezendő napokban is, hiszen én kezemben szorongatok itt egy meghívót, mert hogy a Magyar Ápolók Napja alkalmából, amit minden évben megrendeznek, a megyei kórház és egyetemi oktatókórházban és tagkórházaiban, és hát természetesen országos szinten is, megemlékeznek az ápolónőkről, munkájukról. Ez itt a régióban, és most kérdezem úgyis, mint a régió felelőst, hogy történik, mint történik. El kell mondanom, hogy a ápolók elismerésére ma már ez év, vagy évente két alkalom is van. Február 19-én Kossuth Zsuzsanna születésnapjának évfordulóján a Magyar Ápolók Napját ünnepeljük, május 12-én pedig az Ápolók Nemzetközi Napját ünnepeljük, ez Florence Nightingale nevéhez kapcsolódik. 2014-ben az országgyűlés határozatot hozott, hogy Kossuth Zsuzsanna születésnapját az ápolók napjaként lehet azóta ünnepelni, tehát gyakorlatilag most már harmadik, negyedik éve van országos ünnepe a magyar ápolóknak.
El kell mondanunk, hogy tavaly évben volt 200 éves évfordulója Kossuth Zsuzsanna születésének, és egy nagyon nívós, egész évet átölelő rendezvénysorozat volt az országban, és nekünk a megyében is, és azt gondolom, hogy nekünk Borsod megyeieknek élen kellett járnunk, hiszen Sátoraljaújhelyen született Kossuth Zsuzsanna, és azt gondolom, mindenki megtette a magáét a területen, a Magyar Ápolási Egyesület országos és helyi szervezetei, és a kórházak, egészségügyi intézmények is megtették a magukét. Van, ahol Zsuzsanna faldobborművet avattunk, mint ahogy mi tavaly február 15-én, és meg kell említenem, hogy Mazur József szikszói fafaragó mester műve lett, de készült különböző Kossuth Zsuzsanna emlékére, amit Borsi Antal szobrászművész úrnak az alkotása. Táblákat helyeztek el többek között a Ferenci Sándor egészségügyi szakgimnáziumban, de éppen január végén a Magyar Ápolási Egyesület Borsod megyei szervezete helyezett el a Kossuth Zsuzsanna szülőházán egy ilyen emléktáblát. Azt gondolom, hogy ezek értékek, és nagyon jó érzés, hogy összefogott az ápolás szakma, a különböző intézmények, a különböző szakmai szervezetek képviselői, és együtt voltunk mindenütt, ahol lehet, hogy ünnepeljük ezt az évfordulót. Az ilyen ünnepség, az ilyen találkozó, az nem csak arra ad alkalmat, hogy megköszönjék az abban foglalkoztatottak tevékenységét, munkáját, hanem arra is alkalmat ad, hogy ráirányítsák a figyelmet az ő nagyon szép munkájukra. Igen, azt gondolom, hogy elég sok hír van mostanában az egészségügyben, és kellene azokra pozitív mintákra is ráirányítani a figyelmet, amik előre viszik az egészségügyi ellátást orvosi, szakdolgozói és egyéb területen, hiszen a betegeink vannak a fókuszban, és értük létezünk, és azért vannak egészségügyi intézmények, hogy a beteg embereket, vagy egyáltalán a lakosságot, az állampolgárokat jobb egészségi állapotba hozzák. Igyekszünk ennek a kihívásnak megfelelni, vannak gondjaink, problémáink, de azt gondolom, hogy előremutató stratégiai célkitűzésekkel és különböző intézkedésekkel igyekszünk folyamatosan javítani ezt az ellátást. Meg az utánpótláson is javítani kell az én információim szerint, és igazgatónő említette az imént az egészségügyi szakgimnáziumot. Hát az biztos, hogy a képzési metodikán is változtatni kell. Nem véletlenül, ugye ez évek óta napirendi kérdés, hát nem véletlenül kap egyre nagyobb hangsúlyt a diplomás ápolóképzés, egyre több feladat hárul rájuk, egyre magasabb, kvalifikáltabb emberek kerülnek ki a képzés során. Tehát van mit tenni, de van is ellenállás, ellenérzés időnként a változtatásokkal szemben? Láthatóan van egy átstrukturálódás a képzési rendszerben, mert ráviszi a kényszer az ágazatban dolgozókat erre. Leginkább azért, mert beszélni kell arról, hogy a nyugdíjazás miatt nagyon sok kollégánk ment el. Talán láthatóan kevesebb a pályára érkező fiataloknak a száma, de az intézkedések, amelyeket ösztöndíjpályázat kapcsán próbál a tulajdonos, illetve a minisztérium biztosítani, ezzel kedvet szeretnének csinálni a fiataloknak, hogy válasszák az egészségügyi pályát. Kórházunkban van két mentor kollega, aki szintén feladatot vállalt az ügyben, hogy a középfokú képzésben résztvevő diákokat megkeres, és próbálja őket a pályára vonzani. Vannak már pozitív példák. Ez a pályázati ösztöndíjpályázati lehetőség tulajdonképpen 3200 fiatal számára áll rendelkezésre, de jelen pillanatban az első körös pályáztatásban közel 800 főt sikerült ebbe a pályázatba bevonni, ez egy országos adat, a megyében pedig, ha jól emlékszem, akkor olyan 70 körüli létszámot tudtak első körben bevonni, de ezeket a pályázatokat folyamatosan fogják írni, és lesz rá lehetőség. Ez egy 40 ezer forintos ösztöndíj lehetőség a fiatalok számára, akik egészségügyi szakképzésben vesznek részt, vagy majd fognak részt venni. És hát igen, beszélni kell arról, hogy az orvos létszám csökkenése miatt beindul a kiterjesztett hatáskörű ápolók képzése, MSC képzése. Szeptemberben ez már elkezdődött Pécset, Szegeden és Debrecenben. Ez évben a Semmelweis Egyetem is belép ebbe a körbe. Itt
azok a ápolók képződnek, akik már rendelkeznek úgynevezett diplomás ápolói képzéssel, és erre egy MSC szintű képzés keretében anesteziológia, intenzív terápia, geriátria, közösségi ápolás területén és a sürgősségi ellátás területén lesz lehetőség továbbfejlődni. Ezt a pályázati lehetőséget mi is meghirdettük már a kollégáink körébe, és egyelőre a létszámhiány miatt nem volt jelentős vállalkozása, illetve azt kell mondanom, hogy a Semmelweis Tau kórházban egy kollégánk már jár a Pécsi Egyetemre egy ilyen képzésbe, de ő a közösségi ápolást választotta. Próbáljuk ezt a jövőben preferálni, nyilván stabilizálni szeretnénk az ápolói létszámot, hogy biztonsággal tudjanak ezen kollégáink tovább tanulni. Ezt a pályázati, vagy ezt a képzési lehetőséget is ösztöndíjjal támogatja a kormányzat. Az első fél évben 640 ezer forint támogatásban részesülhetnek ezek a kollégák, és hát a következő fél évben pedig a képzési eredményüktől függően részesülhetnek ilyen ösztöndíjban. Tehát azt gondolom, hogy lesz rá jelentkező, csak egyelőre meg kell találni a megfelelő formát. Ez az a bizonyos non-doktor képzés, amelyről egyébként egy kicsit hagyj beszéljek haza is, itt a Csillagpont Rádió műsorában már hallottak, hiszen pontosan a Szegedi Egyetem oktatási intézet vezetőjével, docensével, papdoktorral beszélgettünk erről, mert én ugye fél éves tapasztalatát már megoszthatta velünk, és akkor elhangzott az is, arra emlékszem, hogy ugye pillanatnyilag csak 4 helyen van az országban ilyen képzés, de próbálják ezt kiterjeszteni, és ez azért is érdekelt annyira, mert itt az ország északi részén hát, hogy úgy mondjam, nagyobb hiányosság van a képzett ápolónőkben, mint az ország nyugati felén. Lehet, hogy ezzel vitatkoznék, mert hogy Dunántúlról nagyon sokan mennek el külföldre, tehát itt a keleti tértfélen talán többen maradnak az egészségügyben, és azt kell mondanom, hogy a mi szakképző intézményeink még megfelelő létszámot tudnak indítani, hogy a végzősök száma már sajnos nem annyi. Az azt jelenti, hogy akik ugyan végeznek, azok esetleg elmennek tovább tanulni, vagy elmennek Dunántúlra, vagy elhagyják a pályát, mert erről is beszélnek el, hogy sajnos igen, elmennek. De ami a mi Miskolci Egyetemünk egészségügyi főiskolai karához, mint nagyon pozitív dolog tartozik. Sátoraljújhely. Részben, igen, hogy beindult a szaktanár képzés, ami évek óta nem volt, tehát egészségügyi szakoktató képzés, több mint egy évtizede már nem nincs a Semmelweis Egyetemen, viszont most a Miskolci Egyetem beindította több szakon, levezező és esti tagozaton is, és hát nagyobb létszám, 30-40-50 fő képzését végzik most az ország számára. Kicsit illetne módon közbevágtam a Sátoraljújhely szót, de az is eszembe jutott, hogy egy terjeszkedik, és egyre több területen jelenik meg, tehát a képzés lehetőségét is. Védőnői képzést viszik most Esolyhelyre, ott van, igen. Ez mindenképpen örvendetes, de ha már a képzésről, meg annak a változásáról beszélünk, a duális képzés tapasztalatait szeretném, ha megosztaná. Az is eléggé vitatott volt, amikor elindult. Igen, 2012-13-ban volt a jogszabályváltozás, és hát igyekeztünk mi is gyorsan reagálni erre a változásra. Kiépítettük az oktatási csoportunk strukturális fejlesztését, mert hogy ide több száz gyermek érkezik, diákokról, középiskolás hallgatókról van szó, illetve egyetemi és főiskolai hallgatókról beszélünk. Az oktatási csoportunk az áll egy intézeti szakoktató kollégából, és áll 4 főállású gyakorlatvezető munkatársból. Ők lefedik gyakorlatilag a teljes 6 intézmény tagkórházunkat, és hát vannak osztályos oktatásfelelőseink, akik igyekeznek ennek az elvárásnak megfelelni, de ők közben beteget is ápolnak, tehát nagyon nagy a terhelés rajtuk. És hát azt mondhatom, hogy közvetlenül tapasztalják meg a diákok azt, hogy mi a kórházban az elvárás, és igyekeznek megfelelni, viszont pont azért, mert egy nagyobb lehetőségük van belelátni a nehézségekbe is, ez nem biztos, hogy mindenkinek egy vonzó pálya, ezért sokan mennek, azt mondom, amit arra az előbb hivatkoztam, hogy pályaelhagyók száma azért elég jelentős, de igyekszünk megfelelni ennek. A skill laboratóriumunk fejlesztése is egy
központi forrás keretében fog megvalósulni, illetve amit lehetett mi már a tanulószerződéses bevételekből fejlesztettünk, és itt viszont egy demonstrációs környezetben van lehetőségük a diákoknak tanulni, illetve előkészülni azokra a szakfeladatokra, amit már az osztályon élesben kell, hogy tanuljanak. Itt vérvételi technikákról, katéterezési szimulációs eszközök igénybevételével gyakorolnak bizonyos szakdolgozói ápolási tevékenységeket. Szeretik a gyerekek és a diákok ezt a fajta oktatási lehetőséget, mert ez még egy védett környezet, mert itt ott áll a pedagógus tanár, szakoktató kollega, aki segít, mondja, mutatja. Ez lent az osztályon már igényli azt, hogy ezt a fajta rálátást, képességet már gyakorlatban kell tudni esetleg alkalmazni. Érdekes, amit mond igazgatónő, mert én tulajdonképpen én is beszélgettem diákokkal is, akik tapasztalatokat szereztek, meg egészségügyi dolgozókkal is, beleértve szakdolgozót, orvost, ápolót, és megosztanak a vélemények, mert sokan pedig azt mondják, hogy azok a diákok, akik itt éresben szereznek tapasztalatot, és megérinti őket, azt a jó Isten se fogja eltántorítani ettől a hivatástól, és belőlük lesz a jó szakember. De ha ez nincs meg, ez a fajta közvetlen kapcsolat szerzés, vagy tapasztalatszerzés, ami persze el is tántoríthatja, ahogy ön is mondta, és biztos, hogy nagyon sok ilyen van, akkor talán könnyebben mennek el, akkor nem tudnak itt olyan kötődésre szert tenni, ami reményt ad arra, hogy majd itteni dolgozók legyenek. Én ezt egy elemmel kiegészítem, hogy azok a diákok és azok a tanulók választják a leginkább az egészségügyi és az ápolói pályát és annak különböző szakait, akik már megtapasztalták a családban ezt a dolgot. Tehát nagymamát kellett ápolni, az egyik hozzátartozót kellett felügyelni, vigyázni kellett a testvéremre, mert ő még kicsi, és én voltam a nagyobb. Tehát azok én is beszélgettem tanulókkal, akiknál sokkal erősebb ez a fajta kötődés, amit már megtapasztaltak a családban, vagy adott esetben egészségügyi hozzátartozók. Tehát az édesanyja, az édesapja, a nagymamája, a családtagja már dolgozott az egészségügyben, vagy dolgozik az egészségügyben, azok a fiatalok sokkal inkább vállalkoznak, és nagyon elhivatottak. Én is azt mondom, és van olyan sebészeten dolgozó kollégánk, akinek már a lánya is ott dolgozik, és azt mondta, hogy én az anyukám mellett már többször jártam itt bent a kórházban, és én nagyon szeretem a sebészeti betegeket ellátni, és ő itt dolgozik most már másfél éve az intézményben, és nagyon büszkék vagyunk rá. És azért azt is el kell mondanunk, hogy igen, vannak kiemelkedő diákjaink. A Ferenci iskolában végzett Varholik Dávid kollégánk, aki most már tavalyi év augusztusától az egyes belkardiológiai osztályon dolgozik, és ő a országos szakmai versenynek az első helyezettje, és ebben az évben pedig az európai skill versenyre készül, és hát támogatni fogjuk őt, hogy nagyon sikeresen szerepeljen. Van-e rálátásuk vagy tapasztalatuk a tekintetben, hogy hogy fogadják az orvosok az ilyen magasabban kvalifikált és szakképzett ápolókat, az ő munkájukat, akiknek megnövekedett a felelőssége is természetesen ezáltal? Folyamatban van, most még nem jöttek ki a kiterjesztett hatáskörű ápoló kollégák, de néhány szakterületen félelemmel vegyes érzések vannak, leginkább az anesteziológia területén, mert egy preferált szakterületről van szó, de hát ha visszanézünk a 70-es, 80-as években, akkor az anesteziológiai szakasszisztensek nagyon sok önálló feladatot láttak el, hiszen nem volt annyi anesteziológus szakorvos kiképezve annak idején. Most nyilván többen vannak a rendszerben, de én azt gondolom, hogy ez megfelelő gyakorlással és felügyelettel ezek a kollégák nagyon jó hatásfokkal fogják a jövőben is ellátni a feladataikat. Beszélgettünk szépről, jóról, tervről, oktatásról, ünneprontás, hogyha megkérdezem a létszámhiányról is? Nem, de erről is beszélni kell. Tehát jönnek vissza kollégák,
régiek, akik több évvel ezelőtt elhagyták a pályát. Várjuk őket szeretettel, viszont nagyon oda kell rájuk figyelnünk, mert nagyon sok technológiai váltás történt. Dokumentációs rendszer, informatikai rendszer változásai. Várjuk őket, a fiatalokat is nagy-nagy szeretettel, és hát ott tartunk, hogy kormányzati lehetőség, kormányzati támogatás van arra, hogy a nyugdíjas kollégákat is hívjuk vissza a pályára, mert nagyon nagy szükség van a tapasztalatukra. Tehát a fiataloknak, az idősebbektől kell megtanulni a szakmának a csinyát, binyát, és nagyon sok olyan munkatársunk van, olyan ápoló kollégánk, aki megfelelő elhivatottsággal, pedagógiai ismerettel rendelkezik, és tanítja a fiatalokat. Van létszámhiány, reméljük, hogy ezek a bérintézkedések is hatással lesznek arra, hogy egyrészt maradjanak, másrészt visszajöjjenek, és a fiatalok pedig válasszák az ápolói hivatást. De az egyik olyan hivatásról van szó, ami lelket emelő, melengető, ugyanakkor nyilván fizikailag is megterhelő, de nagyon sokat lehet tanulni, és a mai betegek is még ugyanazt várják el, amit 10-20 évvel, meg 30 évvel ezelőtt, hogy legyen, aki még belekarol a betegbe, aki még végig sétál vele a folyoson, aki még megfogja a vállát, és észrevesz, hogy mikor kell itatni, mikor kell megfésülni, és mikor kell az egyéb ápolási tevékenységeket ellátni. És egy jó szót szól hozzá. Egyébként ez a feladat kettős, ugye, ha visszajönnek a régi dolgozók, mert több éves kiesést be kell hozni, őket is, ha nem is olyan színvonalon kell oktatni, de mégiscsak meg kell tanítani, használni az időközben megváltozott eszközök használatára, vagy a módosított elvárásokat el kell velük sajátítatni. Meg megint más a feladat akkor, amikor jönnek a fiatalok, és az idősebb, tapasztaltabb dolgozók tudását kell átadni nekik. Tehát ez két különböző dolog. Igen, így van. Erre vonatkozóan egy orientációs programsorozat már gyakorlatként működik a Semmelweis kórházunkban. Ami az idősebbek visszafogadása, vagy a fiatalokra nem, ez vonatkozik? Nem, ez a fiatalokra vonatkozik, igen? Ezt fogjuk majd kiterjeszteni. És van-e olyan, ami a visszajövő dolgozók? Ez ugyanúgy érvényes a fiatalokra is, illetve a gyesről és egyéb tartós távollétről visszaérkezők kollégákat is bevonjuk ebbe a rendszerbe. Ez tavasszal és ősszel ismétlésre fog kerülni. És én most a nyugdíjasok visszahozatalára is gondolnék. Mert ott megint a programba, más lesz a helyzet. Részben igen, azt gondolom, hogy ugyanebbe a programba beilleszthetők, hiszen a dietetikus el fogja mondani, hogy a táplálási tímben milyen új dolgok vannak, vagy milyen új vérvételi technikák vannak, milyen új gyógyszerelési lehetőségek vannak, mert sok minden változott. Egyedi gyógyszerelések rendszer indult be az intézményben, tehát sok féle fejlődés és fejlesztés volt az elmúlt időszakban. Tehát különösképpen nem igényel ez annyira ráfókuszálást, mert ez menet közben gondoskodnak róla, és ez kialakul. Igen. Ha mint régiófelelőst kérdezem, akkor mi az pillanatnyilag, ami a leginkább foglalkoztatja, úgyis, mint az információk egyik legnagyobb birtokosát, aki az ápolók életkörülményeiért is felel. Mi az, ami napi kérdés gondot okoz önnek? Leginkább a létszám az elsődleges kérdés. A képzési rendszernek az átalakítása, de erre vonatkozóan kell mondanom, hogy folyamatban van egy képzési pályázatunk, amit a AEEC írt ki. Itt 60 fő beiskolázására nyílik lehetőségünk. Egy 300 milliós képzési projektről beszélünk. Itt különböző szakterületek, mint amit most mi hiány szakmának ítélünk, meg az intenzív terápia, az anesteziológia, az onkológia szakápolók kérdése, de mondhatnék még néhány területet, de ebbe a képzési programba lesz orvos képzésre is lehetőség. 25 fő fog képződni, 15 szakterületen licencvizsgát fognak tudni szerezni az orvos kollégák, tehát ez a képzés, ez valószínűleg április-május hónapban fog indulni. Ez most a következő. Emellett persze vannak egyéb képzések is, amelyek munkahelyi központos támogatásból, vagy egyéb korábban beindított képzésekről, felzárkóztató képzésről beszélek. A kötelező és szabadon választott továbbképzések rendszerét mi nagyon korrektül és nagyon széles körben tudjuk megvalósítani már évek óta. Ez a rendszer is működik, és hát vannak központi
minisztériumi előterjesztések többek között, ha jól tudom, akkor vagy a héten, vagy a jövő héten fogják bemutatni a új védőruha, munkaruha kollekciót, amelyet a minisztériumnak szándékában áll majd a dolgozók számára biztosítani, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép központi intézkedés lesz. Egyenforma ruha lesz az ország valamennyi ápolója számára, amiben a fehér és a világos kék fog dominálni. És mi van az ápolók himnuszával? Ezt nem mulasztom el megkérdezni, mert sose felejtem el, amikor egyszer egy EGRI konferencia után bejött ide igazgatónő, és hozta az ápolók himnuszát, amit, ha jól emlékszem, ugye Egerben készült ez a... Egerben az országos kongresszusra készítették az EGRI kollégák, amelyet mi minden évben előveszünk ilyen ünnepi alkalmakkor. Most leginkább a következő alkalom az pénteken lesz, ugyan hétfőn van 19-e, de országos és megyei rendezvények történnek ez alkalommal, tehát mi igyekeztünk előrehozni akkor az intézményi ünnepségünket. Itt fog majd pénteken elhangozni. Egy ilyen egyórás megemlékezést tervezünk, amelynek a helyszíne a Gyermekegészségügyi Központ magas földszintje lesz, ahol a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumnak a diákjai fognak műsort tartani, illetve megemlékezést a Magyar Ápolók Napja alkalmában. Szeretettel várjuk őket, meg a munkatársainkat is, hogy egy rövid időre álljunk meg, emlékezzünk meg erről a napról. De mondanom kell, hogy ezek a Kossuth Zsuzsa emlékév kapcsán a Magyar Ápolási Egyesület pedig a holnapi napon fog rendezvényt tartani a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumban, majd ezután egy fotókiállítás megtekintésére kerül sor, ez pedig a Semmelweis kórházunkban fog megtörténni. Sok helyet említett, és ezzel egy búcsú kérdés eszembe jutott, ugye jó néhány hónappal ezelőtt megtörtént a Takkórházak összevonása, ami azt jelentette, hogy egy közös cégben működtetnek az ápolók is, ugye? Igen. Nem volt könnyű feladat. Most közösen ünnepelnek, gond nélkül, felhő nélkül? Én azt gondolom, hogy igen, az elmúlt időszakban sikerült harmonizálni különböző folyamatainkat. Azért mi egy 6-tag intézményes kórház vagyunk, 3500 ágyjal, közel 90 betegellátó osztállyal, 4300 dolgozóval, ebből 3000 fő az egészségügyi szakdolgozóknak a száma, 2000 fő pedig betegágyak mellett dolgozik. Minden elismerésem a kollégáknak, és hát azt gondolom, hogy ünnepeljünk emelt fővel, és nézzünk előre, és tervezzünk egy jobb ápolást, legyünk élén az ápolás megújításának, és azt gondolom, hogy ebben partnerek az ápolási igazgató helyettes kollégáink is, akik a takkórházakban a napi folyóügyeket intézik. Sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm szépen a beszélgetést, amelyet Nyilas Judittal, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktató kórház ápolási igazgatójával, a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének régió felelősében folytattam. Az a Magyar Ápolási Egyesület rendezvénye kapcsán, az Ápolók Napja kapcsán tulajdonképpen. Köszönöm még egyszer.